Az egykori olimpikonról kevesen tudják, hogy 6 szakmája van. Növényi Norbit édesapja tanította meg arra, hogy a szakmát szeresse, és igenis ne csak sportkarriert építse, hanem legyen szakmája. Hány szakmád is van? Jó, nem tudom, hát a legelső az a női alsóvész kikészítő. Nem, apával szóltam. Amikor sportom, apám azt mondta, hogy nem kívánja azt, hogyha én sport akarok lenni, hogy kitűnő legyek, de muszáj legalább egy szakmát tanulnom, és ha nem vagyok fogyatékosok, akkor egy hármasra legalább el kell, hogy végezzem a sulit. Azt mondta, ha bármi lehet egy sérülés, bármi, akkor kell, hogy legyen valami a kezemben, hogy önmagam, vagy ha lesz családom. Érdekes, hogy meg ezt kicsit fokoztad. Érdekes, hogy az a fajta generáció, ugye nagyon ragaszkodott még a kétkezű munkához, ugye a te édesapád is, hogy mondjuk mindenképpen egy olyan szakma legyen mondjuk a kezünkben, amivel mondjuk tudunk dolgozni. Igen. Nem tudom, mert gondolom, úgy nőttek fel. Ez van neked egyébként olyan szakmád, amit szeretsz, amit mondjuk el tudnál képzelni, hogy mondjuk hobbiból csináljad? Hát én edzősködöm is, azt nagyon szeretem egyébként. Én csináltam, én dolgoztam, én szerettem a karosszélakató szakmát, de mivel annyira orientálódtam a sport felé, hogy a kettőt nem tudtam, tehát napi 2-3 edzésekkel nem tudtam, hogy még dolgozni is. Egyébként én akkori Hungáros Szerviz, nem tudom, még létezik-e, ott voltam ipari tanuló, ott voltak először, ugye, mert a Spartakusznál voltam, és a szövetkezetekhez tartozott, és hát ott voltak először nyugati autók Magyarországon, és akkor ilyen nullás, egyes, meg feles, meg kis kalapácsokkal. Akkor mondjuk te le tudtál lépni edzeni? Tehát volt az, hogy mondjuk ipari tanulóként, nem tudom, 4 óráig benne kellett lenni a műhelybe, de neked Nem, később lehetett, amikor már olyan nemzetközi szinten, akkor volt munkaidő kedvezmény. Először 2 órás, és utána meg teljes munkaidőben voltam. Aztán később kerültem el, nem tudom, mondhatom, de herbáriában ilyen, hát ott voltam, mint üzemvezető, úgy voltam bejelentve, de egyébként meg nem jártam Ezek voltak dolgozni. A sportálások, Így van. De nagyon-nagyon nehéz lehetett összeegyeztetni a munkát, a tanulást és a sportot. Én meg azt gondolom, hogy aki akar, azt mindent meg tudja csinálni. Nehéz persze, hát, de én azt gondolom, hogy az ember szeret és örömmel tesz, akkor nem annyira nehéz. Tehát én éjszaka portáztam, és akkor végeztem ott a TF-et. Tehát gondolhatod, amikor elvégeztem, végül 4 napig csak ment a hasam, meg aludtam, mert fáradt voltam, mert benne a diszkóba tanultam. Hogy volt egy skidőm, vagy ha kocsival mentem, megálltam valahol, előbb mentem, direkt 10 perccel elővettem a könyvet, és akkor úgy tanultam, hogy az edzésekről ne kelljen kimaradnom, mert ha a vizsgára készültem, akkor az edzés szobására ment volna, hogy ha otthon tanulok. Így a buszon, kocsi, ha akkor még nem volt kocsim az elején, akkor villamoson, meg ahol utaztam, akkor mindenhol tanultam. Tehát minden pillanatod adhatékonyan. Vittem a könyveket magam, igen. Számodra ugye akkor fontosak voltak a szakmák, viszont... Nem a szakmák, hanem a tanulás, vagy úgymond a... Hát igen, én szeretem tanulni egyébként, mert minél többet tanultam, jöttem rá, hogy egész komoly problémáim vannak mentálisan. Amikor elkezdtél sportolni, és a sportban sikeres lettél, akkor miért volt arra szükség, hogy mondjuk más sportákat is kipróbálj, és azokban is mondjuk a legjobb legyél? Soroljuk ezeket végig, hogy is volt? Ennek is külön története van. Ugye nem mentünk ki, a 80-ban sikerült az olimpiát megnyernem, és 84-ben még jobb formában voltam, nagy brutális formában voltam, és nyerhettem volna még egyet. De hát ugye akkor rendszerben nem mentünk, kibolykotáltuk az amerikai dolgokat, és rengeteg energia maradt bennem. És akkor még előtte jártam ilyen kiegészítő sportág, meg taekwondozni, mindenki röhögött rajtam, mert ugye akkor még nem voltak ilyen videó, meg DVD, hanem ilyen tárcsás videók voltak, ami még zsinóra logott, és onnan vettem, és akkor Bruce Lee-kat néztem, és akkor mentem az erdőbe, ütöttem a fát, edzés, és mondták, hogy tiszta gyagya vagyok. Hát utána már nem mondták, amikor nyertem kickboxba EB-t, VB-t, világkupát. Na és mindent taekwondoztam, és akkor nem mentünk ki. Abba leadtam a szerelést, és jöttem is, el se köszöntem, és akkor elkezdtem edzeni. Csináltam más, meg gyúrtam, meg éjszaka portáztam, minden, és akkor az apám elment nyugdíjba, és én lettem a Spanynak a vezetőedző, és már nem tudtam, mert taekwondóson akkor volt az edző, és időpontja, amikor én edzést kellett tartsak, és viszont a kickboxosnak volt, és akkor elkezdtem hozzájuk járni. És akkor igazából így maradtam ott, hogy volt 3 hónap járt, amikor itt voltak a franciák, és a nehézsúly 2-szeres világbajnok Bruno Csarokinek, aki egyébként később a francia, akkori francia elnöknek az testőre lett. Na mindegy, nem volt ellenfel, és akkor mondták, hogy akkor induljak már el. A Szakos Józsi egyébként, ő hívott, aki a főtitkár volt akkor, és ő tartott a KSM-ben nekem az ökölyv edzéseket, hogy hát jöjjek már, hát mondom, nektek nem csiki. És akkor mentem és nyertem, óriási volt egyébként, olyan hangulat volt. A Debrecenben voltunk, ott volt a nagy csarnokban, és brutális hangulat volt. Ugye a fiadot is ismerjük most már, ugye ő egy nagyon jó MMA harcos.
lett jelen pillanatban, ugye? Milyen mérkőzések várhatóak rá egyébként? Most 17 éves volt? Most lett 18, 6-án, és 17-én volt egy jó meccse, és azzal, hogy most ott nyert, most kapott egy Európa Ligi címmeccset, és úgy néz ki, hogy december 9-én, hát csak nem mondják vissza, mert nála az a probléma, hogy nagyon megveri az ellenfeleket hamar. A nézők láthatják is egyébként közben. És ilyenkor, ez itt 15 éves volt, mondjuk annyiban, itt meg kétszeres naga az észak-amerikai grappling bajnokságot nyerte Michael Evans. Ki a keményebb? Ő, persze. Miben más? Vagy miben már képzettebb. De, ugye én amikor az váltottam... a fajta vér, bocsánat, de az a fajta vér, ami mondjuk bennetek van, az mondjuk nála is ugyanúgy megvan? Vagy mondjuk még erőteljesebben? Most már... Céltudatosabb, mint te akkor annó? Hát én nem tudom, én nagyon céltudatos voltam. Nem tudom, én mindig úgy neveltem őket meg, ahogy beszéltünk, hogy vannak... Tehát be kell tartani a fokozatos sorrendet. Vannak értékek, tanulni, sporton is minden utána más, és ő betartja, nagyon jó tanul, a gyerekekkel mindig, hát az mindig. Tehát én nekem nem volt az, hogy én bántottam, egy gyerekem sem nyúltam soha az életemben, mindent megbeszéltem velük. Tehát én baráti viszonyban is vagyok, úgy a lányommal is, meg a másik két gyerekkel is. Tehát ennek nálunk ilyen nem volt. A fiatal... Mindenki nagyon jó tanul nálam, meg mindenki jó sportoló volt. Most már kicsi is elkezdte, úgyhogy... A fiat készülő versenyéről hallhattunk. De te 56 évesen még világbajnok lettél. Mikor leszel legközelebb? Hát 57 és az volt, hogy 2014 is volt egy verseny Kecskeméten, de ott tüdőgyulladásom volt, és így harmadik lettem, pontszerűen kikaptam az orosztól. Isten útjai kifürkészhetetlenek. De egyébként meg az ember, ha szeret valamit, és jó csinál, és szerencsére azért én odafigyeltem magamra, és igazából komolyabb problémám nincs. Így majd ki a mentőt, ha megjött. Tehát innentől kezdve ez nem gond. Nem, az ember szereti, akkor tud kreatív lenni. 60 éves vagy, ugye nem titok, nem. De ez valami hihetetlen. Tehát, hogy se hát, hogy ennyit megértem, köszönöm, mert lettem volna rövidebb ideig. Büszkapuka lehetsz, ugye? Nagypapa vagy már? Hát van milyen. Én sorod mindezeket, tehát nagyon előnyeimet. Hát ez... Jó dolog, persze, büszke, hogy van egy csodálatos 2,5 éves unokám, kislány, tündéri, gyerekeimet imádom, mindenki a nagyon jó a viszonyom, tehát ilyen tekintetben tényleg egy nagyon szerencsés ember vagyok. Viszont beszélgettünk arról, bocsánat, hogy ugye vidékre költöztél, és most mégis visszaköltöztél Budapestre. Ugrál is a szemem miatt, ugye. Visszakerültél a körforgásba, és... Nem, hát ott voltak ott nagy tervek, aztán végül nem úgy sikerültek ezek a dolgok. Egy kicsit elkapogtam a lemenetet, de ott van egy tehetséggondozó alapítvány, amivel szintén dolgozok, tehát csinálják a dolgokat, és most visszajöttem, és itt próbálom. Volt az életed, azt mondod? Egy kicsit lassabb, az én tempó, az egy kicsit az lassabb volt, de nagyon sok kedves ember ismerkedtem meg, barátokat szereztem, tehát rendszeresen tartom a kapcsolatot velük, és ahogy tudok, megyünk, most is lesz 18-ig egy nagy sportbár, és akkor megyünk oda. Hát, hogy igazából csak arra van szükségünk, nem? Hogy mondjuk évente egy hónapot töltsük mondjuk egy ilyen vidéki környezetben. Igen, nekem egy kicsit ingerszegény volt, ilyen tekintetben a dolog. Hát most jöttünk vissza, és most próbáljuk újra összekapni a dolgokat, amik az életemet viszik előre. Norbi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm szépen. Velünk. Sok sikert továbbiakban. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen is.